Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a július 22-től 28-ig tartó időszakra. A kosoknak a kelyhek 6-ost húztam, a botok 3-ast és a botok 5-öst. Nosztalgikus hangulatban lehetsz, hiszen látjuk, hogy az első tarólapon két gyermek játszik, lazák, játékosak. Az is lehet, hogy valaki visszajön a múltból, egy ex, egy régi barát. Lendületben leszel, hiszen a botok 3-as egyfajta lendülete, teljes energiát mutat. Látjuk, hogy az az indián lány elindul a több lehetőség felé, valamit most elindíthatsz te is. A fizikai síkon akár egy diéta, egy fogyókúra, több lehetőség közül lehet választani. A botok 3-as stabil alapokat jelent akár munkában, akár párkapcsolatban. Az energiák itt rendben vannak. A botok 5-ös tarólapján egy viaskodást látunk, amikor az indián férfi megvédi magát, használja a nyilait, a botjait, amik ki vannak virágozva. Itt biztos a siker és a győzelem, akár párkapcsolat területén, akár az anyagiak területén, most rendben vannak az energiák. Konkurencia helyzetet is jelenthet a kártya, amiből te jössz ki győztesen. A kártyáim azt üzenik neked, hogy tartsd meg ezt a pozitív lendületet, energiát. Ha szükséges, védd meg magad. Állj ki magadért. A bikáknak a kardok apródját húztam, a kelyhek királyát és a kardok királyát. 3 udvari lapot is kaptunk, ami azt feltételezi, hogy magasrangú emberekkel, pozitív emberekkel leszel körülvéve. A kardok apródja egy segítséget is jelenthet, akár egy levegősjegyű fiatalos lendületet a családban vagy a munkahelyen. A kártyám arra hívja fel a figyelmet, hogy lesz segítséged, nem kell semmit egyedül megoldanod, viszont a harmonikus kommunikációra és a tiszta gondolatokra fordíts figyelmet. Ha kell, használd a kardodat, és védd meg magad. Ha párkapcsolatot keresel, az is lehet, hogy egy fiatalos lendülettel, több lehetőség közül is választhatsz, akár egy érzelmes kelyhek királya is, aki megjelenik a középső tarólapon, aki te is lehetsz, aki valamit elindít intuitív módon, vagy a kardok királya, aki a távolságtartásával, az éles eszével, harmonikus kommunikációjával bármit elindíthat. Lendületben leszel, a kártyáim azt üzenik neked, hogy bízz az intuíciódban, az éles eszedben. Most bármit elindíthatsz. A fizikai síkon egy utazás, egy új munka, egy új szerelem, most minden támogatva van. Az ikreknek a kardok 4-est kaptuk, a kardok lovagját és az érmék 3-ast. A levegő elem jelenik meg az első két tarólapon, tipikus ikreklapok, amikor fejben vagy, józan, és mindent meg tudsz valósítani. A kardok 4-es azt az állapotot mutatja, amikor egy kicsit beszűkültél, nyugvó pontra érkeztél, az is lehet, hogy kimerültél és pihenésre van szükséged, vagy szabadságra mész. Akár műtétet is jelenthet a kártya, ha úgy érzed, hogy megakadtak a dolgok, akár munkában, párkapcsolatban, érdemes energiát befektetni, hiszen meg lesz az a munka, a szorgalmad meghozza a gyümölcsét. A kártyáim azt üzenik neked, hogy fordíts figyelmet magadra, és kapcsolódj ki, nyiss a világra. A kardok lovagja azt is feltételezheti, hogy valaki piszkálódik ellened akár munkahelyen, vagy a családban, veszekedés, konfrontációt is mutathat a kártya, de a józanságoddal, stabilitásoddal mindent ki tudsz védeni. Az érmék 3-as egy tanulási folyamat, hiszen látjuk a könyv szimbólumát. Az indián férfi szorgalmas, az is lehet, hogy valamilyen tanfolyamon, képzésen, tanulásban veszel részt, és tovább léphetsz az életben. Szépen lassan előre tudsz haladni, hiszen az érmék lassú lapok, ha valamit most meg tudsz alapozni. Sikeres vizsgákat is jelenthet a kártya, egy lépést előre, előreléptetést akár a munkában is, amikor a problémák megoldódnak, és egy magasabb szintre léphetsz. A rákoknak a kelyhek lovagját húztam, a diadalszekeret és a botok királynőjét.
Hatalmas lendületben leszel, romantikus hangulatban, hiszen látjuk, hogy az első tarólapon romantikus hangulat van. Az is lehet, hogy bókokat kapsz, ajándékokat, a diadalszekérrel akár utazás, költözést is mutathatnak a lapok a tenger mellé, hiszen látjuk a naplementét. Itt az érzelmek egyensúlyban vannak. A diadalszekérrel most valamit elindíthatsz. A szerelemben sikereket ígér egy új szerelmet, mozgalmasságot a lap, akár több hódolót is, hiszen látjuk a két lovat a képen, amiből lehet válogatni. A kártyám azt üzeni neked, hogy vedd kezedbe az életed irányítását, vedd a gyeplőt a kezedbe, most bármit elérhetsz. Az üzletben is egyensúlyt mutat a kártya, most bármit elindíthatsz, az előrehaladás, a vállalkozás, az új munka. Nagyon hamar a botok királynőivel bestabilizálódik, tüzes energiában leszel. A botok királynője egy stabil embert jelent, akár főnököt is, vagy a családban te vagy a főnök. Te irányítasz, akár költözést is jelenthet a kártya, nyaralást, egy új gépkocsi vásárlását. Lendületben leszel, pozitív energiában. Az oroszlánoknak a kardok ötös kaptuk, a kardok királynőjét és a remetét. Két kardoklapokat is kaptunk, ami a levegő elemet szimbolizálja. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ezen a héten a tiszta gondolatokra és a harmonikus kommunikációra fókuszálj. A kardok ötös lapon látjuk, hogy az a férfi pállalja a fejét, az is lehet, hogy konfrontációba van részed, kudarc élményed van, akár a munkahelyen, vagy valaki megbántott, és rossz indulatú veled, a kardok királynője kezében ott van a kard. Azt üzeni a kártyám, hogy védd meg magad, ne konfrontálódj, de állj ki magadért. Most az eszedre kell hallgatni, használd az éles eszedet, húzd meg a határaidat, és tarts távolságot. A negatív embereket iktass ki az életedből. A remete tarólapja azt üzeni, hogy egy spirituális fejlődésben van részed, amikor akár a szerelemben, akár a munkában egyedüllétet tapasztalhatsz meg, itt az ideje annak, hogy vizsgáld felül a helyzetedet, önmagadat, hogy min kell változtatni. Tanulást is jelenthet a kártya, spiritualitást, fejlődést, amikor az energiaszinted emelkedik, és egy magasabb síkra jutsz. Üzletben, munkában egyfajta nyugalmi állapotot jelent. A kártyáim azt üzenik, hogy bármilyen az életedbe, várj, légy türelmes, ne vágj bele új dolgokba, az idő most nem alkalmas semmire, fordulj magadba, tisztítsd az energetikai rendszeredet, hiszen egészség szempontjából az elménk lecsendesítésére, a meditációra most nagy szükség lehet. Tisztítsd ki a gondolataidat, használd a megérzéseidet, és spirituális gyakorlatokkal, meditációval töltsd fel magad. A szüzeknek az érmék királyát húztam, a kardok hármast és a kardok nyolcast. A kártyáim azt üzenik neked, hogy nagy figyelmet kell fordítani ezen a héten a kommunikációdra, és a tiszta gondolataidra. Az érmék királya, te vagy a párod is lehetsz, aki stabil, akár anyagilag, lelkileg, viszont a kardok hármas azt az állapotot mutatja, amikor csalódás van, szívfájdalom, a párkapcsolatban veszekedések, viták is lehetnek, konfrontáció, akár a munkahelyen is. Műtétet is jelezhet a kártya, amiből lassú a gyógyulás, viszont a tiszta gondolataiddal meg tudod gyorsítani a dolgokat. A kártyám azt üzeni neked, ha hármas kapcsolatban vagy, toxikus kapcsolatban, le kell zárni a negatív helyzeteket, embereket az életedből, ne korlátozz saját magad, hiszen látjuk, hogy a kardok 8-as tarólapon az indián hölgy, mintha fel lenne függesztve, 8 karddal körülvéve, be van kötve a szeme. Vedd le a szemellenződet, vágd le a kötelékeket, engedd el a negatív energiákat. Ne korlátozz saját magad. A mérlegeknek a kardok ászát húztam, az akasztottat és a csillagot. Két nagy arkánumot is kaptunk, ezért jelentős lehet ez a hét. A kardok ásza a tiszta gondolatokat, a kommunikációt mutatja, most valami elindul az életedben, jó ötletek lehetnek. Viszont az akasztott arra figyelmeztet,
hogy lásd más szemszögből a dolgokat, hallgass meg másokat is. Bármit is akarsz elérni munkában, párkapcsolatban, vállalkozásban, a kártyáim azt üzenik neked, hogy légy türelmes, hiszen hosszabb idő a megvalósulás, ha beleteszed az energiádat, mint a csillag lapon az a hölgy, akkor ott van a megvalósulás, tenni kell érte. Az akasztot arra hívja fel a figyelmet, hogy ami most megakadt az életedben, változtatni kell rajta. Pénzügyekben, szerelemben is, megakadások lehetnek, valamilyen leállás, az is lehet, hogy függő helyzetben vagy, vagy mástoktól függesz. Úgy érzed, hogy minden a feje tetejére áll, de ez az időszak jó arra, hogy foglalkozz magaddal, ha munkanélküli vagy, keresd munkát, küld az önéletrajzodat, ha párt keresel, akkor is kommunikálj, mutasd meg magad, hiszen szépen lassan beindulnak a dolgok. A csillaglapja a Vénusz bolygóhoz kötődik, használd a női energiádat, légy türelmes, viszont ha valamit elindítasz, tegyél érte. Döntéshelyzetek lehetnek, de a végeredményben ott van az öröm, ott van a béke, egy megfelelő párkapcsolat, szerelem, ahol közösek a célok, egy tartós, karmikus kapcsolat, munkában is megtérül a befektetett energia, ott van a pénz és a sikerek. Most meg tudod teremteni magadnak a hosszú távú dolgokat. Egészség szempontjából is ott van a gyógyulás. A skorpióknak a szeretőket kaptuk, az érmék 4-est és a kardok 10-est. Pozitív energiával kezdődik a hét, hiszen látjuk, hogy emberi kapcsolódás, akár a szerelem, akár a munka területén az energiák kiegyenlítettek. A szeretők tarólapja egy döntést is, választást is hordoz magában, amennyiben több jelölt van, illetve hármas kapcsolódás, épp itt az ideje dönteni. Az érmék 4-es arra hívja fel a figyelmet, hogy váratlan kiadások lehetnek, jól nézzük meg, hogy a pénzt hova tesszük, egyfajta merevséget is feltételez a kártya, viszont költs magadra, okoz magadnak örömöt. A kardok 10-es egy ciklus lezárását jelenti, az is lehet, hogy az anyagi helyzet javul, plusz bevételeid lesznek, egy ciklus lezárul. Akár munkában, akár szerelemben, ha úgy érzed, hogy változtatni kell, épp itt az idő, hogy tovább lépj, hiszen látjuk, hogy az az indián férfi az utolsó tarólapon elindul, kötéltáncot járva, mindent maga mögé tesz, akár egy rossz párkapcsolat, akár egy rossz munka, új utakat keres magának. Épp itt az elengedés ideje. A nyilasoknak a botok királyát kaptuk, a bolondot és az érmék ászát. Csupa pozitív energiák lesznek a héten, mindent a kezedben fogsz tartani. A botok királya egy tüzes, lendületes ember, hatalmas kisugázással most valamit elindíthatsz. A munkahelyen egy magasabb pozíció, a vállalkozásban is valami új dolog, valaminek a fellendülése várható, a bolond tarólapja valaminek a kezdetét mutatja, akárcsak az érmék ásza. A szerelemben ismerkedések lehetnek, kalandok, az üzletben is valami jó lehetőség, amibe bele kell ugrani, most lazának és játékosnak kell lenni. Egészség szempontjából a fejen lévő dolgokra kell és a gondolkodásunkra fókuszálni. Amennyiben változás szükséges, ott lesz az eredmény. Az érmék ásza, az anyagi helyzet javulását, új vállalkozást, új munkát, plusz bevételt, bármilyen pozitív fordulatot jelenthet, amit meg tudsz teremteni magadnak, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon, az indián hölgy kezében, azaz érme, legyökerezik a földbe. Valamit most elindíthatsz, ami pozitív fordulatot vesz, akár anyagi, akár érzelmi területen az életedben. A bakkoknak a kelyhek 5-öst húztam, az erőt és a világot. Most valami beteljesedik az életedben, hiszen két nagy arkánumot is húztunk, a világ az utolsó taróla, a beteljesedés mutatja. A kelyhek 5-ös az az állapot, amikor egy új cél felé nézel, munka, párkapcsolat, minden negatív energiát le tudsz zárni, és mindenhez megvan az erőd. Látjuk az oroszlán szimbólumát, az egyensúlyt. Ezen a héten ott van a szenvedély, a temperamentum, a fizikai és lelki szinted is megfelelő. A szerelemben akár egy dinamikus kapcsolatot,
az üzletben is, ott vannak a pozitív, új dolgok, bátran vágjunk bele mindenbe, amit az élet hoz nekünk. Egészség szempontjából a gerinc és a csigolyák állapota lesz fókuszban. Népszerűséget is mutathat a kártya, aminek pozitív a kimenetele. Tele leszel vágyjal, szenvedéllyel, meg lesz mindenhez az erőd. A világ az utolsó nagy arkánum, amikor mindent be tudunk teljesíteni, amit csak szeretnénk, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon kitárul a tér, minden elérhetővé válik számunkra. A munkában akár egy kötetlen munka, egy vállalkozás, utazás, külfölddel kapcsolatos dolgok, üzleti sikerek, gazdagság, amit meg tudunk magunknak teremteni. Egészség szempontjából is ott van a felépülés és a jó lehetőségek az élet minden területén. A vízöntőknek a kardok 9-est kaptuk, az érmék királynőjét és a botok 2-est. A kardok 9-esen látjuk, hogy sötétek a színek, egyfajta energiavesztés is jelenthet a kártya, bármilyen negatív mágiát, rossz álmokat, amikor a fizikai állapotunk lecsökken. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy tisztítsd az energetikai rendszeredet. Ha teszel magadért, az érmék királynője állapotába jutsz, amikor mindent megteremtesz magadnak kívül, belül. A kártyák azt is üzenhetik neked, ha valamit el szeretnél indítani ebből a hiány állapotból, lesz több lehetőség, hiszen a botok 2-es a megfelelő választás és a döntést is hozhatja neked, akár anyagi területen is. Ha munkát keresel, érdemes befektetni az energiát, mert hamari megvalósulások jönnek az életedben. A hajó szimbóluma megjelenik, valaminek az elindulását jelenti, a botok 10-es lap lendületet ad neked, az is lehet, hogy utazást, nyaralást, kirándulást tervezel, meg lesz az anyagi fedezet hozzá. Hétvége felé valami kitisztul számodra, párkapcsolatban, munkában is lesz döntés, választási lehetőség. Az energiák kiegyenlítődnek. A halaknak a botok 7-est kaptuk, a kelyhek 3-ast és a botok apródját. Tüzes hangulatban leszel, lendületben, a népszerűséged növekszik, az is lehet, hogy társaságba jársz, barátokkal, rendezvényen veszel részt, az energiák itt egyensúlyban vannak. A botok 7-es arra figyelmeztet, hogy ne billenj ki ebből az egyensúlyból, hiszen megvan a hited, ott a kereszt szimbóluma, ami téged nem épít, hátat tudsz fordítani bárminek, ami negatív számodra, hiszen amilyen az energiaszinted, olyan embereket vonzol. Látjuk a vidámságot, az emberek ünnepelnek, kikapcsolódnak, az érzelmek egyensúlyban vannak, az is lehet, hogy valakivel megismerkedsz, hiszen a botok apródja, egy fiatalos lendületet hoz neked, jó barátságokat, jó lehetőségeket, az is lehet, hogyha a gyerekek miatt volt aggódás a családban, most valami kiegyenlítődik. Tartsd meg ezt a pozitív energiaszintedet. Ne hagyd magad kibillenteni mások által.